Kedves nézők, egy újabb technikával ismerkedhetünk meg. Rózsás Judit jó voltából, akinek fantasztikus alkotásaival egyébként a jövő hét pénteken a Művelődési Központ galériájában találkozhatnak a kedves nézők. Jó estét, szervusz Judit! Gondolom, szervusz. Hogy nagy az izgalom ilyenkor a kiállítás előtt. Üvegfestéssel, ezzel a technikával foglalkozol. Mik lesznek elsősorban kiállítva, tárgyak vagy képek? Hát olyan 90%-ban képeket festek, tehát erre specializálódtam. Amikor elkezdtem az üvegfestészettel foglalkozni, akkor természetesen vonzottak a tárgyak is, tehát egy-két tárgyat megpróbáltam kifesteni. Ennek egyik példányát látjuk itt az asztalon, ezt a kis picurka vázát. Nagyon cuki, úgyhogy ezt meg is mutatom. Egy kicsit, mintha az arab világba repítene minket, úgyhogy akár Aladdin kis mécsesére is gondolhatunk, de igen, egy picurka kis asszociálni. Váza. Hát igen. Ugye mindenki azt lát bele a művészetben, ez a fantasztikus, ami az ő lelkében talán ott van. Tehát akkor elsősorban képek. Igen, elsősorban a képekkel foglalkozom. Mindig is vonzott a festészet maga, fiatalkorom óta, de valahogy sosem mertem vele foglalkozni. Az eredeti foglalkozásom ugyanis annyira eltér ettől, hogy nem is gondoltam, és nem is mertem arra gondolni, hogy én valamikor is festek képet, tehát hogy egyáltalán alkalmas vagyok rá. És hát az utóbbi időben, amikor már a gyerekeim ugye kirepültek az otthonból, egyre több időm vált szabaddá, és így jött valószínűleg össze az ötlet, hogy valamit a szabadidőmbe valami hasznosat csináljak. És hogy találtál erre a technikára? Mert ugye nyilván akár egy akvarell, vagy a vízfesték, az mondjuk sokkal kézzelfoghatóbb, vagy egyszerűbb lehetett volna, mint az üvegfesték maga. Ez az a kérdés, amire nem tudok válaszolni. Elhívott egyszerűen, az üvegfesték? Egyszerűen valószínű már tudat alatt, vagy nem is tudom, hogy hol lakozik ennek az oka, hogy én pont az üvegre gondoltam akkor, amikor egy minta nagyon megkapott. Tehát nagyon szerettem volna megörökíteni azt a mintát, amit láttam egy újságban mondjuk. És nem tudom, hogy mi az oka, hogy pontosan arra gondoltam, hogy nekem kell vennem egy kör alakú üveget, és ezt a mintát megpróbálni lemásolni. Sikerült rögtön ez az első benned élő, pulzáló képnek a fizikai megvalósulása? Hát nem akarok szerény telen lenni, de elég jól sikerült. Hát nyilván ez tök jó, mert akkor legalább inspirált arra. Így van, ez volt az oka annak, hogy folytassam, és aztán ezután már én rögtön próbálkoztam azzal, hogy a saját elgondolásom szerinti témákat válasszak, és saját rajzok alapján készítsem a festményeket, ami elég korai volt, de és elég sok képet ezekből később félretettem, mert igazából nem voltak olyan jó képek, viszont a gyakorlás miatt ragyogó volt, hogy egy csomó képet megcsináltam, ami aztán így egy kicsit művészileg nézve nem volt megfelelő, viszont a technikát, ami az üvegfestéssel jár, azt így magamtól kikísérleteztem, úgymond. Gyönyörű színeket használsz. Nyilvánvalóan ez a benned lévő színes érzelemvilágot is mutatja, és ha már itt említetted, igen, hát talán nem mondhatjuk, hogy gyógyszerész vagy. Arról meg ugye mindenkinek a sterilség, a fehérség, az abszolút tisztaság, és nem a ridegség, de mégis egy ilyen letisztult dolog jut eszébe. Ehhez képest ugye a te színhasználatod meglehetősen pazar élénk. És buja és élénk. Igen. Nem tudom, hogy el tudod-e mondani, hogy egyáltalán hogyan alkotsz, hogyan készülnek ezek a képek, vagy el lehet-e mesélni? Persze, el lehet mesélni, mert hát nem egy rendkívüli dolog ez tulajdonképpen. Ennek nagy történelme is van azért az üvegfestészetnek.
valamikor ez, nem valamikor, mert ma is egy művészeti ág. Na most igaz, hogy én hobbi festőnek tartom magam, meg végül is mindenképpen abba a kategóriába sorolandók a képeim, de viszonylag, hogy is mondjam, csak az volt a nehéz az indulásnál, hogy próbáltam irodalmat keresni hozzá, hogy elinduljak valahonnan. Ezt viszont nem találtam, tehát legalábbis ilyen írott, nyomtatott formában nem volt, viszont az interneten lehetett találni. Sablonokra gondolsz? Nem sablonokra gondolok, hanem a technikára. Uh-huh. Tehát ahogy egyáltalán az üveg festékkel kell bánni, hogy kell meggátolni, hogy ne folyjanak össze a színek, kontúrozni kell, tehát ez egy speciális dolog, és úgy olvastam az interneten is másokról, akik szintén üvegfestéssel foglalkoznak, hogy ők maguk találták ki szintén azt, hogy lehet ezt végigvinni egy képet, hogy lehet megalkotni. Tehát gyakorlatilag ugye szinte autodidakta módon alakítják a művészek a saját sorsukat. Ilyetén formán esetleg mondjuk nehéz is példaképet vagy mestert találni? Hát ebben a kategóriában példaképet azért találni, mert Budapesten él 2-3 olyan üvegfestő nő, aki szerintem művészi szinten csinálja a festészetet. Egyébként pedig jellemző, hogy elég kevéssé foglalkoznak ezzel a fajta hobbival. Konkrétan én nem találkoztam még olyan emberrel, aki ezt csinálja. Pedig igen, csak volna mit megbeszélni igazából. Hát reméljük a kiállításon, hát ha van valaki, aki talán lehet, hogy nincs olyan szinten, mint te, vagy éppen mondjuk a képek láttán egyfajta kis követőd lesz, és te leszel az ő mestere. Azt nagyon szeretném. Szeretném, hogyha ez jobban elterjedne ez a hobbi, mert olyan sok gyönyörűséget ad a képek elkészítése, a színek megválasztása, a színek keverése, tehát itt rengeteg olyan dolog van, ahol igazán sikerélménye lehet az embernek. És azt gondolom, hogy a legfontosabb az életben, hogy az embernek öröme legyen, a szép érzéke fejlődjön, és hogy valóban sikerei legyenek. Hát Judit, én kívánok sok sikert a kiállításhoz, követőket is. Köszönöm. És azt, hogy ilyen termékeny maradja továbbiakban is, hiszen gyakorlatilag 4 év alatt azt gondolom, hogy egy hatalmas karriert futottál be, és reméljük, hogy még nagyon sokan, akár a karácsonyfa alatt is viszont látják majd a... Jaj, hát ez nagyon kellemes dolog volna. Remélem, hogy sokan megnézik majd a kiállításomat, és az, hogy terjedjen ez a fajta hobbi. Tehát én ennek nagyon drukkolok, mert nagyon sok örömet találtam benne.